This strongification looks more like mutilation to me. Barely half of his original body left. I'll bring a scanner over. Let's see what they've done to his brain. Amazing. His arm was sheared off with a dirty saw blade. He must have received a massive dosage of steroids to keep him alive through the process. Welcome back, Corporal Kane. May I be the first to say you look like shit. Son, you've got a lot of strong hardware attached to you. And we don't have the equipment here to remove it. That is good, because I would like to take Corporal Kane to a mission briefing. Frankly, I don't think even one of our advanced medical facilities could do much. Those Strog implants are too deeply connected to your central nervous system. I will make certain he remains safe. Kane, let us go to the briefing room. Na, sziasztok ismét! Ez itt egy kis bevezető volt Quake 4 következő részéből. We need to get to the mission briefing soon. Remek, tehát most ugye ott hagytuk abba, hogy felszálltunk onnan a géppel, ahol megöltük az előző részben a főnökünket, és most megvizsgáltak ezek, hogy nézzünk ki, stb. Jaj, de bágyat fejed van. Na, és akkor most meg kell találnunk a csapatunkat következő küldetéshez. Nagyon jó. Kane, we are expected at the mission briefing. Na, okay, de... What's a piece of shit Strog doing on board the Hannibal? Think he's got a multi-phase transmitter? Yeah. Get a load of nem the temporal implants. Aha, it's one. Sir! Sziasztok! Yes, sir. Te hogy élsz már megint? Evac drills for that sworn five. Na, még egy kis film. Hűha. Ej, de rondák vagyunk, atya ég. Shit, Kane really does look like a freaking Strog. That's enough, Rhodes. General on deck! Oh, yeah, Matthew Kane, our wayward Strog. Can he be trusted? The doctors have given him a clean bill of health. Very good. It's been determined the Nexus is too vast to be hurt by one EMP bomb, or a dozen for that matter. The Strog communication network needs to be cut off at the source. And that source is housed in this building, the core. We're about to execute a massive assault to destroy the core. Unfortunately, it's very well protected. We'll need to access the security stations at the tops of these nearby towers. Data storage, networking, and data processing. And that would be where Corporal Kane comes in. Correct. Intelligence believes that because of his Strog physiology, Kane is the only one who can deactivate the security stations. Kane, you most likely are our last best hope of destroying the Nexus. Strauss will need your expertise at the networking tower once we gain control. Hacking the Strog network will not be an easy task, but with the proper equipment, it can be done. Very good. Lieutenant Morris, you have the floor. All right, gentlemen. This one's going to turn the tide of the war, so stay sharp. Strauss, you're being transported by land. King, you're going out with the next pod assault wave. The launch bay is nearby. Battle stations. A Strog force is incoming. Flyers and ground troops are confirmed. Guess they brought it to us. Let's make them regret it. Move out! Nagyszerű. Tehát most rövid megbeszélés volt, és arra jutottunk, hogy én vagyok az egyetlen esély, utolsó lehetőség, hogy egy utolsó támadást indítsunk a Nexus felé.
azaz ennek az egész ellenséges csapatnak a nagyja felé. Úgyhogy most oda kell mennünk. És közben megtámadtak ezek a strogok minket. És gondolom, hogy ki kell jutnunk, aha. Köszönöm szépen, nem tudom milyen fegyverem van, de... Ami droppotba kell menni. Azt mondja nekünk. De merre kell menni? Az ilyeneket nem szeretem. Erre se. Bolyongásra, kanibálom. Azt a rohadt mekkora gép az, te jó Isten! Aha. Arra nem tudok elmenni. Akkor nézzük meg, hogy... Drop pods, ezt kell nekünk. Szevasztok, hello, szia, ne fussál, és ide kell nekem menni, gondolom. Azt a rohadt, de szép. Bringing death, na. Jó, akkor sziasztok mindenkik, megyünk leharcolni. Ja. Kukucs, kukucs. Ja, de jó néz ki. Na, akkor most kilőnek minket, úgy néz ki. Köszönöm, minden felrobban. Na, hajrá, mehetünk. 3, 2, 1, bang! Na, mi lesz már? Ja, kinyílik a kapu, mehetünk is. Hurrá! 2, 1, és mindjárt romlik. Nem. Gyá. Aha. Megyünk. Itt látom, vannak társaink is. Ami jó dolog. Ezt mi van? Lehet irányítani, vagy nem? De nem hiszem. De jól néznek ki ezek is. Hoppa az ég. Már nem is él. Na ne! Jaj, jaj. Kutus. Persze, pont gondolom így a bázis közepére megyünk be. Aha. Mindjárt kikotor minket egy valami. Ja nem. Jó vagyok, köszi. No. Multiple human squads detected on hangar floor. Te megijedtem. Na akkor kezdjünk bele a ellenséges csapatok levadászásába. Jössz? Jöjjön. Someone get me out of this pod. Help me.
Na. Nem találom el. Menő vagy. Nem tudtak elvadni egy kis de. Köszi. Köszi szépen. Akkor mehetünk is tovább. Hajrá. Na, pajzs. Ó, mi ez? Két fejű. Mi ez? Na, nem volt szükségünk, úgy néz ki pajzsa. Vissza már nem tudunk menni, jajjaj. De erre kell menni, jó van akkor. Remélhetőleg, itt nagyon nagy tűzesetek vannak. Nem támadunk. Hát ez kigyulladt sajnos. De a lift még működik. Ez mi volt? Fura hangokat hallok, azért álltam meg picit. Onnan fentről jön pedig. De innen jöttem. Bolyongás. Arra csak nem mehetünk. Na, így már oké is. Szia! Those torso things are supplying bioelectric power to this facility. Osta! System offline. És mi ez? Ez lehet a Nexus? Got it? Move out. We've done it, HQ. We've broken into the main armory. Ah, mit csináltam vajon? Takarodjon? Akkor ne. Armor, jól jön. Mit kell csinálni? Get down the... Disruption active. Jó. Merre menjek le? Hát nem erre kell. Vagy itt kell. Ne, szegény! Ez rossz látvány. Nem mintha nem örülnék, hogy meghalnak, de szenvedni nem jó. Ajajajajaj, hát mi ez? Új fegyver, na próbáljuk is ki. Aha, ilyet látunk a előző részben bossnál. Ilyen fekete lyukszerű valami, beszippantja őket, aztán kidobja. Na, ez tök jó. Akkor most már ilyenünk is van. Hurrá, hurrá! Ennek örömére mehetünk is tovább. Előtte mentés. Nagy harcot érzek itt. Hoppá, sziasztok! Semmi köszönés! Na, oké. Akkor egy kis lift hívás. Amú, erre mi van, hát erre semmi. Mehetünk, azért várjatok meg. Engedj már be! Na, köszi!
Igen, ebben a játékban a liftek mindig olyan rengeteg ideig tartanak. Há, ez nagyon jó fegyver. Örülök, nagyon biztos lesz valami haszna is. Te mi voltál ott? Úgy még menjünk lejjebb, még úgy van, ne? Hogy megálljunk? Á. Hűha. Hát mennyit megyünk már le? Már átjutunk a föld másik oldalára, annyit megyünk. Nem tudom, miért csinálják, de... Érdekes, most van egy olyan érzésem, hogy ezen a kapun belépünk, és mind a kettő hirtelen meghal. Ha nem. Ez mi volt? Ide beszartam. Összetojtam most magam. Na, élettöltő, de azok a hangok, úristen. Na, az mi volt? Fú. Ez a rész. Kikészít. Halott emberek, füst, nincs fény. Nem lesz ez így jó. Ez a zene. De jó ég. Ajjajajajajajaj, vigyázz, hátad mögött. Mi lesz az? Gyerek! Nagy felkeljen, lőd már szét! Ne! Áj, nő! Ja, ennyi volt, oké. Remek. Egy újabb szörny. Na, reaktiváltuk. Szerintem itt új fegyverre lesz szükségünk. Ja, nem, gyülekező. Igen, ez olyan jó ebben a játékban, mindig az a játékmenet, hogy csinálj meg valamit. Bemész a maghoz, ott csinálsz valamit, és gyülekezz. És akkor gyülekezés közben most mindjárt jönnek 48-on. Igen, mondom. Azért sajnálom őket. Nem ezt pazarlom, inkább a shotit használom. Na, mennyi voltál? Jöjj, tudsz teleportálni. Oké. Egy kis HP-t legyen szíves, vagy pajzsot legyen szíves. Köszi. Jó, hát én próbálok óvatos lenni, de hát ilyen játékban nem egyszerű. Főleg, hogy rakétát tolnak a pofádba egy centiről. Ez hol volt? Itt volt az előbb ilyen kutyus. Ja, meg is van. Ha, de ez a másfajta. Úristen! Gyülekezés! Gyülekezés!
Na ebbe menjetek. Meghalt szerintem mind a két csapattársam. Beszívtak ugye. Ne adjatok egyedül! Billy? Piszoár? Vagy mi a franc ez? De miért haltatok meg? Szerencsétlenek. Ne jöjjön már több ilyen. Ezeket nem szeretjük. Hoppa. Most itt lehetett két irányba menni, melyik a jó? Ebben mi volt? Semmi? Ugye megtámad hátulról. Na boszorc? Nem? Hát ebből kettő is elég. Köszi. Hogy meghaltál? Na, akkor exiteljünk is. Végre egyszer felmegyünk. Végre! Egy emberi lény, aki velem van. Ki kell nyitni a hangárajtókat. Ó, hát persze! Ó, te is! Ti! Menjen vagy! Mondtam, hogy körülbelül két másodpercig lesz velünk. Hát se baj, menjünk akkor tovább. Egyedül, mint mindig. Dögölj már meg azért. Köszi. Wow. This is Falcon 1. We're burning up fuel here. Falcon 1. I need those hangar doors opened. Megint ez a hang. Ki vagyok attól a hangtól? Ráléphetek? Nem esik be? Jaj, de szép! 20 kilométeres lézerkard. Csak rám robban. Félek. Hűha. Milyen atompálya ez, vagy micsoda? Jaj. Lift. This is Falcon 1, awaiting activation of the hangar doors. Hey, hi. Ejhaj! Ejhaj! Milyen hangok itt vannak? Ez mindjárt meglep minket valami. Nem. Peti! Peti? Azt mondta, hogy Peti. Úgyhogy Péter, hogyha nézel, akkor... Az... Az szép volt. Hm.
nem lehet visszamenni, de jó. Innen jön csak, hogy honnan jön. Jaj, ez meg itt van! Na hát ez... Ezeket mivel lehetem hogy megölni, mert hát vagy... Két tárat bele soroltam abból a rakétavetőből, és így semmit... Nem nagyon hatott rájuk. Na egy meghalt. Yes! Ezt a pofádra. Ezek a hangok, ezek aggasztanak engem, de nagyon. Lift. Honnan jön az? Félek. Fúfú. De mi adja ki ezt a hangot? Jó lenne kideríteni. Na ez jó helyen, nem szeretnék elmenni. Open door. Az nem fog bejönni, az egyszer biztos. Mindjárt felrobban, vagy lezuhan, vagy... Megeszi egy szörny, vagy tök mindegy, de... És nem. Egy bejött. Ez mi volt? Láttátok ti is ezt a valamit, aki itt volt? Te jó ég. Hát én félek, én szerintem itt maradok. Játék végig, ez itt jó, itt van egy lift. Kész. Nem akarok visszamenni. Mondom én, hogy nem lesz itt egyszerű. Hatalmas. Hát ilyen hangokkal nem csaj hatalmas. Azt a jó büdös mi az úristen ez? Te jó ég! Megállt a szívem egy másodpercre. És meg is haltunk. Csodálatos. Ó, Istenem. Na jó, innen vágok szerintem pillanat. Na eljöttem idáig, mert ugye nem volt mentve. De ez mi volt amúgy? Valaki el tudná nekem mondani? Most arra megyünk, amerre na sziasztok. Életet kérek. Akkor te üled, akkor nem. Na mit adtál? Kérek szépen pajzsot. Te meg újra üleszted őt? Az már veszett ügy szegény. Na, meg vagy Rhodes.
Greetings, Corporal Rhodes. You must locate the security interfaces. There is one at the top of each tower that must be disabled to gain access to the core. But be careful, only Corporal Kane can access them. Will do, Rhodes out. Secure station, you heard the man. Let's find that security station. Na rendben, akkor ez a rész így ennyi lenne, és akkor a következő részben megtaláljuk ezt a biztonsági állomást. Akkor ismét köszönöm, hogy megnéztétek, hamarosan folytatjuk, és jön a következő rész, ugye Rhodes? Persze, egyetértő is. Nos, akkor innen folytatjuk, köszönöm a figyelmet, sziasztok!